Jó reggelt, szervusztok! Családi házat építünk elfoglalt embereknek, akik nem akarnak a köműves sarkába állni. Hozzátenném, hogy nem csak építjük, hanem tervezzük is ezeket a családi házakat. És ebből az apropóból úgy gondoltam, hogy megosztok néhány gondolatot veletek arról, hogy egy építész hogyan dolgozik és hogyan tervez egy családi házat. Egyébként egy ilyen videó sorozatnak szánom én ezt a dolgot. Reggelente, amikor megyek a munkahelyre, akkor van idő arra, hogy nyugodt körülmények között egy pár gondolatot elmondjak nektek, és hát remélem, hogy ez hasznos lesz majd akkor, amikor ti is elmentek egy építészhez, és elkezdtek beszélgetni arról, hogy hogyan nézzen ki a ti családi házatok. Az adta ennek az indító ötletet, hogy sok Facebook csoportban és fórumon, egyéb helyen azt látom, hogy mindenféle programot keresnek az emberek, hogy hogyan tudnak lerajzolni az elképzeléseiket, hogyan tudnak megmutatni az építésznek, hogy hát, hogy ők milyen házat is szeretnének, meg hát tulajdonképpen szeretnétek ti magatok is látni, hogy tulajdonképpen is akartok, hogy is akartok, valahogy össze kéne ezt foglalni. Én ezt az igényt látom, és azt kell, hogy mondjam, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és ezért úgy gondolom, megosztom veletek, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Legalábbis az én tapasztalatom szerint ez egy jó megoldás, amit nektek megmutatok. Azt tapasztaltam, hogy akkor sikeres egy tervezési folyamat, hogyha leültök és szépen összeírjátok, hogy milyen elképzeléseitek vannak, hogyan éltek, hogyan képzelitek el a jövőt az új otthonotokba, és természetesen az a legjobb, amikor már tapasztalatok vannak, és néhány év tapasztalatait leírjátok, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt jó, jók voltak a tároló bútorok, nem voltak jók, a közlekedővel volt gond, zajos volt a szomszéd, zajos volt a főút a ház előtt. Tehát ilyen információkat összegyűjtötök, akár saját magatok számára is, hiszen ezeket nem lehet úgy az embernek egyből előhívni, mindig a friss élmények vannak előrébb, és így nehéz átadni az információkat egy építésznek, mert tulajdonképpen egy jó tervezési folyamat az igazából egy információ átadás, amikor a te elképzeléseidet, gondolataidat átadod egy építésznek, és ő szépen ezt összerázza, és csinál belőle egy tervet, egy vázlattervet. Tulajdonképpen azt a vázlattervet, amit te olyan nagyon szeretnél, azt ő összerakja a te elmondásod és a gondolataid alapján. Természetesen egy építésznek azért vannak már olyan rutinos kérdései, amivel elő tudja hívni a vele szembe ülő építetőből azokat a dolgokat, amivel aztán ő fog tudni a tervezés folyamán tovább lépni. Ja, szóval nem kell erőltetni ezt a rajzolást, már csak azért sem, mert amikor valaki elkezd rajzolni, akkor tulajdonképpen kompromisszumoknak a tömkelegét köti meg, és már egy ilyen kompromisszumokkal teletűzdelt dolgot mutat meg az építésznek. Ezzel együtt én nem tartom rossznak, hogyha valaki rajzot készít, nyilván mindenki ott mocorog a dolog, hogy ezt valahogy vonalakkal szeretné látni ábrázolva, hogy milyen is lesz az ő otthon, akkor rajzold le, ha úgy érzed, semmi gond, és ezt a rajzocskát mutasd meg az építésznek, de a legfontosabbnak azt tartom ebben az esetben is, hogy elmeséld neki azt, hogy te miért ilyen otthont szeretnél. És egy építésznek ezt éppen meg kell hallgatni, jó kérdéseket kell föltenni, és hogyha úgy érzed, hogy kialakult egy ilyen jó kis kommunikáció az otthonodról, beszélgettek róla, akkor szerintem már jó esély van arra, hogy az építész fog tudni neked mutatni egy megfelelő alaprajzot. Azt is tudni kell azért, hogy olyan nagyon nagy csodák nincsenek, tehát egy magyarországi házaspár 2-3 gyerekkel, vagy egy gyerekkel azért hasonlóan él. Persze vannak egyéni elgondolások, egyéni elképzelések, de tulajdonképpen azért az alapséma Magyarországon az az. Vannak szobák, van nappali, közlekedő, tisztálkodási helységek, és ezt egyfajta logika szerint
összerakja az ember, és hogyha ezt kényelmesen jól lehet használni, akkor egy hasonló szerkezeti család is hasonlóképpen jól fogja tudni használni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert időnként vannak ilyen nagyon extrém dolgok, amiket nem biztos, hogy érdemes forszírozni. Például volt olyan, aki 75 cm széles WC-t akart terveztetni, mert hogy az neki jó, és hogy neki eddig is ilyen volt, stb. Hát én most azt gondolom, hogy egy 75 cm WC az nem lesz jó, és ha egyszer majd eladásra kerül ez az otthon, akkor sokan elborzadva fognak onnan kifordulni. Szóval szerintem érdemes az építészre hallgatni, mert ő ezt tanulta, ezt tudja, és azért az esetek többségében tudnak olyan jó ötleteket adni egy építetőnek, hogy jobb lesz az otthon, mint amit eredetileg elképzeltél. Mondjuk a másik csapda a rajzolásban az az, hogy beleszeretsz valamibe, ami aztán lehet, hogy egyébként nem annyira ideális, és azt fogod gondolni, hogy az a jó, és mint egy fogalkörömmel ragaszkodsz hozzá. Most például olyanra gondolok, hogy egy laikus, aki még nem nagyon tervezett házat, lehet, hogy egy pillanatok alatt összerak egy jó alaprajzot, jól működik, nagyon kellemes, minden nagyon jó, egy dolog nem stimmel, a tájolás. Tehát ha nem lesz jó az épületednek a tájolása, akkor hiába alacsony energiás ház, hiába passzív ház, hiába bármi, nem lesz jó. Tehát a tájolásnak jónak kell lenni. És azért az, hogy egy alaprajz is, a funkciók, és még a tájolás is jó legyen, azért ehhez azt gondolom, hogy egy szakember szükséges, úgyhogy bátran vegyétek igénybe az építést, ha már fizettek neki, akkor dolgozzon meg a pénzéért, és csináljon nektek egy jó alaprajzot. Na, hát ilyen gondolataim voltak ezzel a családi ház tervezéssel kapcsolatban, úgyhogy remélem egy kicsit előrébb vagytok. Kívánom, hogy legyen tényleg egy nagyon jó tervezőtök, gondoljátok jól végig, hogy mit szeretnétek, és akkor kezdjetek el rajta egyezkedni, hogy tulajdonképpen mik azok a legfontosabb szempontok, aminek benne kell lennie a családi házatokba, mert hogy minden nem fog beleférni. Lesz jó sok szempont, ezek közül ki kell választani a legfontosabbakat, aztán a kevésbé fontosabbakat, és így szépen sorba menni. Meg fogjátok látni, hogy ha a kívánalmaknak a zöme teljesül, akkor már nagyon jó lesz az otthonotok, és nagyon fogjátok szeretni. Úgyhogy bátran mondjátok el az építésznek, mit szeretnétek, és akkor tényleg jó lesz ez az otthon. Hát vannak érdekes sztorik egyébként. Nekem egy tanárom mondta, hogy az építész szakma az egy nagyon bizalmi szakma, körülbelül olyan, mint a könyvelő, az ügyvéd vagy a nőgyógyász, a következő az építész. Éppen ezért nem mondanék most semmi neveket, még szakmát sem mondanék, hogy milyen foglalkozása volt annak a házaspárnak, aki megkeresett egyszer egy tervezéssel, és számukra extrémnek tűnő kívánalommal álltak elő, méghozzá azzal, hogy ők külön hálószobát szeretnének, egy látszólag jó kapcsolatban élő házaspár, de hát nyilván az ember meg kell, hogy értse, hogy miért, és elmagyarázták, hogy olyan munkát végeztek, hogy szép lassan így eltolódott a bioritmusuk egymástól. Az egyikük az nagyon korán feküdt le, mert egy nagyon fárasztó napi munkát végzett, a másikuk meg sokkal inkább később feküdt le, és szüksége volt arra, hogy este még a napi tevékenység után tudományos munkával úgymond lecsengesse a napi feszültséget és a napi dolgokat, és hát így egész más életritmusban éltek, és ez szükségesítette azt, hogy legyen nekik egy külön hálószobájuk, külön gardróbbal, ne zavarják egymást, amikor a ruhákat előkeresgélik. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy amikor olyan emberekkel beszélek, akik sokat dolgoztak külföldön, vagy külföldön laktak, egyértelműen szeretnék a gardróbot külön megközelíthetően, hogy ne zavarják a házastársukat, sőt az olyan fürdőszobát igénylik, ami nem zavarja a másik felet, vagy a családnak a többi tagját, tehát akár több fürdőszobát is kérnek, de ez csak egy kis kitérő volt. Tehát el kell mondani az elképzeléseket, az igényeket, és ezt az építésznek meg kell hallgatnia, még akkor is, hogyha számotokra extrémnek tűnik, de meg kell osztani ezeket a dolgokat, hogy ki hogyan él, hogyan dolgozik, hogyan szeretne élni. Vagy például a másik sztori, hogy beszélgetünk egy fiatal párral, és
igazából nem nagyon volt nekik hosszú közös előéletük, de azért volt némi lakástapasztalatuk már, és a beszélgetés során kiderült, hogy a hölgy az matematika tanár, és gyerekeket korepetál, gyakorlatilag egy kis településen laknak, és házhoz járt ő korepetálni. Ez egy teljesen jól működő dolog volt, szépen ki tudta egészíteni ezzel a fizetését. Viszont, ahogy beszélgettünk róla, kérdeztem is, hát mondom, amikor majd lesz esetleg egy kisbaba, akkor is ki fog járni. Nem, azt mondja, majd házhoz fognak jönni a diákok. Hoppá, mondom, hát ha házhoz jönnek a diákok, akkor hol fogod őket fogadni? És kiderült, hogy valahogy ez úgy el is került a figyelmét, és akkor addig beszélgettünk róla, míg rájöttek, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogyha lenne egy tulajdonképpen ilyen dolgozószoba, vendégszoba, funkciójú helyiség közvetlen a bejárati ajtó mellett, megérkezik a diák hozzájuk, mert nyilván a kisbabával már nem fog tudni házhoz menni, pláne az elején, és akkor ott a bejárati ajtóhoz közel tudja majd a diákokat fogadni. Ez egy teljesen egyedi igény, de tulajdonképpen ez a szoba akár lehet majd később vendégszoba, vagy bármi más, tehát nem egy extrém dolog, de azt gondolom, hogy ettől sokkal jobb lett ez az otthon, sokkal használhatóbb, élhetőbb, és hát ez egy építésznek a feladata, úgyhogy bátran keresétek az építészeteket, mondjátok el neki, hogy mit szeretnétek, hogy szeretnétek. És a végén egyetlen slusszpoén, ami hát terjed a szakmába, lehet, hogy ilyen vándor anekdota, nem tudom, de egy idősebb kollégától hallottam, hogy egy számára értelmezhetetlen erkély ajtót szerettek volna beterveztetni egy családi házba, és hát aztán faggatta a fiatal asszonyt, hogy miért szeretné ezt a erkély ajtót, majd amikor ketten maradtak a szobában, akkor megmondta a fiatal asszony, tervezze be az ajtót, mert ott fog bejönni a szeretőm. Hát zárjuk le ezzel a történetet, és hát kívánom nektek, hogy ilyen dologra azért ne legyen szükség, de legyetek bizalommal az építész iránt, és mondjátok el, hogy mit szeretnétek. További szép napot, mi pedig családi házat építünk elfoglalt embereknek, akik nem akarnak a köműves sarkába állni. Szervusztok!